Sziasztok, kertbarátok! Köszöntelek benneteket! Ebben a videóban a középen látható fehér virágú évelőt, a füzérajakot, népies nevén a Mária virágot szeretném nektek bemutatni. Latinul Physostegia virginiana, itt az alba fajtát látjátok. Én nagymamám kertjéből hoztam. Egy napos helyre való évelő, másfél méter magasra nő meg, de ha árnyékba kerül, akkor is hoz virágokat, csak nem lesz ilyen dús és ilyen magas. Terjedő tövévelő, tágtűrésű, szinte megduplázódott itt nálam is egy év alatt a templomkertben. Felálló ágrendszere van, az ágai, a szárai nem ágaznak el, nagyon légies növény, támasztékra nincs szüksége, mivel az ágrendszere belül üreges és négyzet alakú. Ez lehetővé teszi azt, hogy még a nagyobb szeleknek is ellenáll. Levelei lándzsás alakúak és sötétzöld színűek, keresztben átellenesen állnak. Ezért is kedvelem, mert egy ilyen sötétebb tónust ad az ágyásnak, és én nagyon szép fényesek, és ilyen fűrészt fogasak. Virágait, hát úgy írják, hogy júliustól kezd virágozni, nekem már egy hete elkezdett, és gyönyörű, hófehér ez a fajta. Alulról felfelé kezdenek nyílni. Ilyen négy sorba rendeződnek, angolul pedig, hát megengedő növénynek, azaz obedient plantnak hívják. Nagyon egyszerű okból, mert ha a kis virágzatában az egyes virágait így finoman meghajtjuk, akkor az úgy marad. Visszahajtom. Nagyon szeretik a rovarok, lepkék, szinte mindig vannak rajta beporzók. Én ezt így az ágyás közepébe hátrébb ültettem, mivel magas évelőről van szó, illetve olyan növények közé igyekeztem, amik ebben az időszakban nem virágoznak, és eltérő lombszínűek, mint ő. Például ide jobbra ültettem egy hólyagvesző cserje mellé, a Physocarpus opulifolius diabolo variáció mellé. Nagyon jó kontrasztot ad így a bordó szín mellett ez a hófehér virág, ki is emelkedik. Illetve itt jobbra egy magasabb évelő, a mirigyes őszi rózsa, még csak ugye gyönyörű zöld lombjával díszít, és nem vonja el a hangsúlyt a füzérajakunkról. Úgyhogy igyekeztem úgy ültetni, hogy kiemelkedjen, és megkapja a kellő hangsúlyt. Tavaly levágtam róla az elvirágzott virágokat, hogy újakat hozzon. Hát nálam nem hozott újat, de idén is meg fogok vele próbálkozni. Hát ha ezzel is arra serkentem, hogy ugye magérlelés nem történik meg, hogy és emiatt új virágok képzésére serkenteném. Én ezt a növényt így a két ágyás részem közé ültettem, a lila és a rózsaszín közé, egy ilyen átmenetképzőnek a két rész között. Figyelnem kell arra, hogy ne terjedjen túl, mert elég erőszakosan tud terjedni.